Leonov úr, hol tart most a remake program? A remake programot, amikor tulajdonos csere történt, akkor tulajdonos határozottan elváros a cégtől, hogy pénzt keresse, hogy nyereséges legyen a cég. Igen. A nyereséges céget veszteségesből csak úgy lehet csinálni, hogy csak költséget csökkenteni és bevetel növekedni. A költség csökkenésnek van egy limit, van egy határ, a bevetel növekedésnek nincs határa. De a költség csökkenéssel az a legkönnyebb dolog, amivel lehet kezdeni, mert végül is tudtunk is, hogy hol vannak a bajok ennek a cégnek, és rögtön, amikor új tulajdonos lett, az volt a feladat a menedzsmentnek, kidolgozni a remake program, a költségcsökkenési program. És természetesen az előző menedzsment is kezdett ezzel foglalkozni, és mi folytatjuk ezt. Úgy tudom, 2007-ben bár veszteséges volt a Malév, de jelentős növekedést értek el a 2006-hoz képest. Ha jól tudom, 50%-os volt. 45%. 45%-os volt. 2008-ra mit várnak? 2008 teljes kell, hogy átforduljon a kocka, megforduljon a kocka, hogy mondhatom itt, hogy nullszáldos lenne a cég, de az elfogadott terv szerint mínusz 750 millió forintos veszteséget, üzemi szinten veszteséget tervezünk 2008-ra. Ennek a cégnek ez majdnem nulla. Korábban mindössze 9%-os volt a leépítés, ha jól tudom. Most a kollektív szerződés felmondásával terveznek leépítést, átszervezést a személyi állományban? Ez két külön dolog. A leépítés, még tavaly kezdtünk, és 250 fő bejelentettünk a leépítésre, viszont az nagyon sok emberrel sikerült olyan megalapodást kötni, hogy nem a leépítési formában, hanem kora nyugdíjas, engedményes nyugdíj is ilyen formákban sikerült az embereket egyeztetni, hogy nem kellett volna leépíteni. És az igazi leépítés ezt 90 fő körül kellett volna végrehajtani. Ami a kollektív szerződésre vonatkozásával, azt szeretném mondani, hogy kollektív szerződés ez egy remake programnak egy része, és annak a programnak egy része, hogy 2008-ban nekünk ezt az eredményt kell elérni. A kollektív szerződés ez egy nagyon drága dolog a cégnek. Azzal, ha kollektív szerződést felmondtunk, és új kollektív szerződés ajánlottunk a munkavállalóknak, ezzel több mint 1,6 milliárd forintot tudunk sporolni minden évben. Mi van egy ilyen kollektív szerződésben? Ez egy Málévon belül ez egy nagyon régi dolog, ami a szocializmusból marad itt, ami mindenféle berendkívüli juttatások tartalmaz, és ami ezek a juttatások sajnos nem a teljesítménytől, nem teljesítményt motiválják, hanem bármi mást. Mi azt akarjuk, hogy a legfontosabb dolog, miről emberek dolgoznak, hogy legyen munkabér. És munkabér legyen teljesítményhez kötve. És lesz újabb kollektív szerződés? Bízom benne, hogy lesz új kollektív szerződés. Mi már régóta tervezetet adtunk a szakszervezeteknek egyeztetésre. Az egyeztetés folyamat folyik. Mai napon délután is lesz, majdnem minden napon tárgyalunk szakszervezetekkel. Nagyon nehéz. Azért nehéz, mert 6 szakszervezet van Málévon belül. És sajnos a szakszervezetek között is nagyon nagy elterés van a kollektív szerződés rálatására. És sajnálom, de a 6 szakszervezetnek különböző érdek van, és akkor ez a különböző érdek nem egyezik egymással. Úgy tudom, a Malév hamarosan kivonja a forgalomból a papírjegyeket, aminek jelentős környezetvédelmi hatása is van. Milyen megfontolásból döntöttek így? Az elektronikus jegynek nagyon sok előnye van. Elektronikus jegyet nem lehet elveszíteni, és akkor az utasnak gyakorlatilag nem is kell jegy, csak kell egy foglalási szám, vagy az elektronikus jegyszáma, amivel bármelyik ponton lehet használni. Nálunk most 95%-os jegy elektronikus jegy, és az IATA, a nemzetközi repülő
légitársaságnak szövetsége szerint május végén teljesen megszűnik a papírjegy nálunk is. És ezt hogy kell elképzelni, hogy én betelefonálok, vagy interneten megrendelem a jegyet? Több lehetőség van, ahogy most is, lehet utazási irodán keresztül, lehet call centrum telefonálással keresztül, lehet interneten keresztül, minden esetén akkor utas egy elektronikus jegy vagy elektronikus számot kap, és ezzel tud utazni. És ez mennyire elterjedt általában a légitársaságok között? Nyugaton már nagyon régóta kezdtek ezt használni. Most ez egy irányelv a nemzetközi légiközlekedésben, gyakorlatilag május végig mindenhol lesz. Az Air Union légitársaság csatlakozott már valamelyik szövetséghez? Az Air Union egyelőre egy orosz légiszövetség. Ez nem légitársaság, egy légiszövetség. Ami öt légitársaságból áll. Öt orosz légitársaságból. És ezek a légitársaságok egyelőre egy légitársaságból olvadnak. És akkor utána szóba jöhet, hogy melyik légiszövetséghez csatlakoznak. Tárgyalások folynak a Star Alliance-szal, tárgyalások voltak a Vanguard-dal is, de még nincs 100%-ban dönve, hogy az Air Union melyik légiszövetséghez lesz csatlakozva. Tehát akkor elképzelhető, hogy az Air Union is a Vanguard-hoz csatlakozik, mint a Malév? Több lehetőség van, egyelőre semmit nem lehet kizárni, de a Malév tavaly Vanguard-hoz csatlakozott. Mi itt Málevon belül nagyon elegedve vagyunk ezzel a csatlakozással, ezzel az eredménnyel, ami ez a csatlakozás hozott nekünk. Mi tovább szeretnénk Vanguardban maradni és dolgozni, de ezt nem zárja ki az együttműködés, ami most Air Union-nal van, és a másik orosz légitársaságokkal is. Az interkontinentális járatokkal kapcsolatban lesz valami változás? Málévben mindig veszteséges volt a hosszú távú járatok sajnos. Most ebben az évben sikerült javítani ezt azzal, hogy télen, amikor nagyon keves utas van, és nagyon-nagyon veszteség, ezeket az észak-amerikai járatokat felfüggesztünk. Most újraindítjuk, amikor erre van kereslet, és amikor erre van főszezon. De még tovább gondolkodom, hogy mi lesz a hosszú távú járatokkal. És mi a helyzet a repülőgép vásárlással, ami feltétele ennek? Repülőgép vásárlás mindenképpen lesz Málévben, mert február végén igazgatóság úgy döntött, hogy Málévon belül lesz egy új Málév 100%-os leányvállalata, turbopropos leányvállalata, hol turbopropos gépek lesznek. Szóval mi mindenképpen ebben az évben tervezünk szerezni legalább négy darab turbopropos gépet, és akkor természetesen tovább is ezt az üzletágot is szeretnénk fejleszteni. Hogy szokták finanszírozni ezeket a vásárlásokat? A repülőgép vásárlás, ahogy eddig is vagy leasing konstrukcióban, vagy a banki hitelekből történt. Ez mindkét konstrukció most is működik a Málévben. Úgy gondoljuk, hogy tovább is fog működni. Köszönöm szépen! Köszönöm én is!